A Szent György napi program nyitányaként idén sem veszélyhelyzetre hívták fel a figyelmet a víjogó szirénák. Az egész városon átvonuló konvoj a családi nap programjait vezette föl. A kéklámpás járművek meg is érkeztek az érsekkertbe, ahol már javában tartott a rendezvény. Talán csak annak nem teljesült az álma, aki vadakat terelő juhász szeretne lenni, a rendőr, mentő és tűzoltó autókat ellepték a gyerekek. Hosszú sorban várták, hogy felülhessenek a rendőrmotorra, kipróbálhassák a fecskendőt. Mit láttál eddig? Tűzoltó autókat, rendőrautókat. Választani kéne, melyik érdekelne jobban? Hát a rendőrök. Miért? Mert tetszik, hogy elkapják a bűnözőket, meg minden. Apa mit szólna, hogyha fiába, hogy rendőr lenne? Hát örülnék neki. Örülnék. Hogyha, hát ha javulna a közbiztonság. Engem nagyon érdekel, mindig is a tűzoltóság, rendőrség, nekem nagyon tetszik, meg a gyerekeket is így bevonják, hogy kipróbálhatnak minden. Meg most láttam ez új, hogy tüzet is oldhatnak. Nekem nagyon tetszik, csak még kicsit kicsik vagyunk hozzá, de majd jövőre. A kéklámpás napot a város nevében Turcsányi Dániel alpolgármester üdvözölte, aki megköszönte, méltatta a rendvédelmi szervek munkáját. Az egyenruhások részéről a családi nap a szórakoztatás mellett a kedvcsinálásnak, a toborzásnak is alkalmat adott. Az is egyik szándékunk ezzel, hogy esetleg aki kedvet kap valamelyik hivatáshoz, akkor később már kollégaként soraink között üdvözölhessük évekkel később. 9. alkalommal rendezzük meg most ezt a közös kéklámpás napot. Zömében, ahogy látjuk is itt a névkertben, gyermekes családok jönnek el, tehát azt szeretnénk, hogy a gyerekekkel megismertessük a munkánkat, a tűzoltókét, rendőrökét, bévésekét, és úgy gondolom, hogy ha az emberbe gyerekkorban elindul valami, akkor felnőttként akár csatlakozhat is hozzánk. A nap leglátványosabb bemutatóján a rendvédelmi szervek közös gyakorlatot hajtottak végre. Ropogtak a fegyverek, bűnözőt üldöztek, tettek ártalmatlanná és vettek őrizetbe, tüzet oltottak, balesetsérültjét látták el.